Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Tisztelettel köszöntöm Önöket az államalapítás és az új kenyér ünnepe alkalmából rendezett ünnepségünkön. Kérem Önöket, énekeljük el közösen a himnuszt. A Vas megyei önkormányzat és Celdömölkváros önkormányzata nevében megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Majtényi László urat, a Vas megyei közgyűlés elnökét. Dr. Simon József urat, a Vas megyei főügyészség főügyészét. Dr. Kondora Bálint urat, a Vas megyei közgyűlés alelnökét. Rácz Károly urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei alelnökét, a Magosz Vas megyei elnökét. Gecse József urat, a Vas megyei kormányhivatal Celdömölki járási hivatala vezetőjét. Kovács Levente tűzoltó alezredest, a Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Sárvári kirendeltségének kirendeltség vezetőjét. Fehér László urat, Celdömölkváros polgármesterét. Dr. Palkó Andrea rendőr alezredest, a Celdömölki rendőrkapitányság rendőrkapitányát. Rozmán László urat, a Klebelsberg intézményfenntartó központ tankerületi igazgatóját. Söptei Józsefné asszonyt, Celdömölkváros alpolgármesterét. Lengyel László urat, Celdömölkváros alpolgármesterét. Farkas Gábor urat, Celdömölkváros jegyzőjét. Dr. Petykó Csilla asszonyt, Kis Péter, Celdömölk díszpolgára özvegyét. Köszöntöm továbbá a Vas megyei közgyűlés tagjait, Celdömölkváros önkormányzata képviselőtestületének tagjait, a járási települések önkormányzatainak és a kisebbségi önkormányzat képviselőit, az egyházak képviselőit, a megyei és városi szervezetek, intézmények, köztestületek, kamarák vezetőit, képviselőit, a gazdasági társaságok és a társadalmi szervezetek képviselőit, a kitüntetettek, elismerésben részesülőket, valamint köszöntök tisztelettel minden megjelentet.
Kérem, hogy Sipos László, a Soltis Lajos Színház művésze előadásában hallgassuk meg Pataki Edit Áldott kenyér című versét. Áldott kenyér. Áldott a kéz, mely a kenyérért dolgozik. Áldott, ha trágyát szór, áldott, ha földet szánt, áldott, ha gazt írt, permetez, ha gépeit életért vezényli éjt nap, hét határt. Áldott a kéz, kötélt, ha hurkol harmaton, s ha szór szét rend közt, hajnalon és vaknapon, áldott, ha rendet vág, ha markot ver, ha köt, kévét keresztel, rak kocsit, majd asztagot. Áldott, ha csépel, s lesz mag, szalma, pejva és törek. Áldott, ha a gépeivel magát kimérve megrövidíti ugyanezt. Áldott, ha lisztet őről, korpát és darát, kovászol és dagaszt, keleszt, szakajt, formáz. Kenyér, pogácsa, lángos, kifli, kis cipó, kuglóf, fánk, béles, rétes, torta, mind de jó. Áldott a kéz, ha lángot vezényli, hogy finomra süljön, mi kézbe fogható. Legyen kis szeg, legyen kis szel, s mindig legyen mit osztani. Legyen kenyér, legyen elég kenyér, legyen mindig elég kenyér. Jusson mindenkinek mindig elég kenyér. Áldott ki szeg, áldott ki szel, áldott ki ad, ha tetted szemre hányja, s nem kísér, s áldott ki kér, s ki elfogad, s nem fintorogva válogat, és nem fecsérel. Áldott, mi úgy lesz részünk, mint a vér, áldott kenyér, mely ezredekre értünk lett a kincs. Kenyér, kenyér legyen, barna, fekete vagy fehér, halál, ha nincs. És csak akkor döbbenünk rá, mennyit ér. És áldott a száj, ha megköszönni kész, morzsáit is. Tisztelettel felkérem Fehér László urat, Celldömölk város polgármesterét, köszöntse az ünnepségünkön megjelenteket. Tisztelt ünneplő közönség, kedves celldömölkiek, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket az államalapítás ünnepén, Celldömölkön, a város önkormányzata nevében. Augusztus 20-a meghatározó ünnepe az országnak. E napon emlékezünk Szent Istvánra, államalapító királyunkra, a magyar államiság több mint 1000 évére. Ma ünnepeljük az új kenyeret, kitüntetéseket adományozunk. A sokszínűség jellemzi a mi ünnepünket itt Celldömölkön. Engedjék meg, hogy köszöntsek minden városlakót. Minden különleges ünnepé vált a mai, hiszen délután avatjuk fel és adjuk át legújabb városi létesítményünket, a CVSS Vitezki Aréna nevet viselő sportcsarnokot. Ma délelőtt elsősorban az államalapításra emlékezünk. Amint a magyarság történelmében meghatározó volt, az egy évezreddel ezelőtti államalapítás, úgy városunk életében is meghatározó minden egyes lépés, mely a fejlődés szolgálja. Városvezetőként örömmel mondhatom el, hogy sok a település fejlődését befolyásoló lépés történt az elmúlt években. És volt néhány fejlesztésünk, amelyeknek ünnepe éppen augusztus 20-ára esett. Ha velem együtt visszaemlékeznek, akkor felelevíthetjük, hogy 2010-ben az új városházát, 2011-ben a megújított városközponti tereket adhattuk át városunk lakóinak éppen augusztus 20-a alkalmából. Szent István király ünnepén még inkább tudatosul bennünk az, hogy rajtunk is múlik államalapító királyunk öröksége, miként él tovább az új generációban. Felismerjük-e a kihívásokat, és egymással összefogva eleget tudunk-e tenni azoknak. Mi itt Celldömölkön büszkék vagyunk arra,
Az úgy fejlődési pályára állítottuk városunkat, és leraktuk a hosszú távú fejlődés alapjait, és folyamatosan képesek vagyunk fejlődni az itt élők akaratából, az itt élők érdekében. Tisztelt ünneplő közönség! Államalapító királyunk országépítőként a sokszínű, ám egységes állam létrehozásán fáradozott. Szent István úgy vélte, hogy egy nemzet akkor válhat naggyá, ha elfogadja a különböző értékrendeket, befogadja a különböző tájakról érkezőket, és a sokszínűséget egységé kovácsolja. Az egymás iránti bizalom, az összefogás volt az egyik záloga az erős, fejlődésre képes Magyarország megteremtésének. Ez az üzenet ma is aktuális. Ma is a szűkebb és tágabb közösségben, rajtunk a haza állampolgárain, a Celdömölkön élő polgárokon múlik, hogy összetudunk-e fogni a közös cél érdekében. Hisszük, hogy ezentúl is mindig összetudunk fogni a közös terveink megvalósításáért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hagyományosan Magyarország születésnapján elkészül az ország tortája, 2007 óta 10. alkalommal mutatják be a születésnapi tortát, amelyről mindig örömmel számolok be, én is ünnepségünkön. Idén az őrség zöld aranya lett a győztes torta, amely tökmagolajjal készült. Annál is inkább szívesen beszélek a tortáról, mert augusztus 20-a ünnepének másnapján mi is minden évben születésnapi tortával várjuk a celdömölkieket. A vulkánfürdő születésnapját ünnepeljük holnap, természetesen az ünnepi programokkal és tortával a 11. születésnapot. Szeretnék meghívni minden érdeklődőt ma délutánra, amikor 3 órakor felavatjuk a csarnokot, 4 órától pedig kezdődik a nyilvános program, a sport délután, majd este utcabál. Holnapra pedig a vulkánfürdőbe invitálom önöket, reméljük jó idő lesz, és a napközi fürdőzés mellett a délutáni programokban is bekapcsolódnak. Tisztelt ünneplő közösség! Celdömölk polgármestereként megtiszteltetés számomra, hogy önök között köszönhetem a város által kitüntetésre javasolt személyeket. Munkájuk elismeréseként örömmel adjuk át a mai ünnepén az elismeréseket, melyekhez magam és a közösség nevében is gratulálok. Szép ünnepet kívánok önöknek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Felkérem Söptei Józsefné asszonyt, Celdömölk város alpolgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplő közösség! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Államalapítás évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön. Különösen nagy öröm számomra, hogy számos vendégünk elfogadta meghívásunkat, és együtt ünnepelhetjük augusztus 20-át, Szent István király és egyben az államalapítás ünnepét. Nem kétséges, hogy István a legnagyobb magyar király történelmünkben. De miben is áll István nagysága? Szent István királyunk a magyar nemzetet, a közösség állandóságát és összetartozását, fennmaradását hirdette. Bármilyen furcsa is, Szent István király saját kora vezető politikusaként tiszteletet és erőt mutatott a Kárpát-medencében, de egész Európában egyaránt. Hazáját és a magyar népet szerette erős hitével és kitartó munkájával a nemzetből valódi államot szervezett. Példát mutat mai korunkra is. István uralkodása a magyar történelem legfontosabb 4 évtizede volt, merről jobban mondhatjuk, hogy megalapozta az egész magyar nemzet jövőjét. A Kárpát-medence törzseit összefogta
uralkodása alatt a Magyar Törzsek Szövetségéből az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot szervezett. A királyi vármegye rendszert is kialakította, mely ma is Magyarország alapja. Sikerre vitte az államegyesítés, az egyházszervezés és a törvényhozás hatalmas munkáját. Törvényeiben a kereszténység megerősítésére, az egyházi tulajdon védelmére törekedett, templomokat, bazilikákat épített. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ő fejezte be a pannonhalmi bencés apátság építését is. A tulajdonviszonyok átalakítása érdekében megváltoztatta az öröklésre vonatkozó addigi magyar szokásokat is, védve ezáltal a magántulajdont, és ezzel is a megmaradás, az egy helyben maradás, a Kárpát-medencében maradó fejlődést szolgálta. Megkezdte a pénzverést, és kivetette az első adókat. Nagy figyelmet fordított az oktatásra, neves tudósokat hozatott az országba, nevelte, okította az arra érdemeseket. Szerzeteseket hozatott azokba az általa alakított apátságokba, akik hitre és európai színvonalú tudásra oktatták az odaérkezőket. Nagyon fontosnak tartotta a tudást, hogy ezeket mind, ami az ország fejlődését, fejlesztését jelentette, meglegyen az anyagi forrás, 1000 éve tizedet vetett ki István király, mai korunkban több adó esetében is helyt kell állnunk. Ugyanúgy az államot finanszírozzuk adóforintjainkkal. Helyt kell állnunk magánszemélyként, cégként, vállalkozásként, vagy éppen önkormányzatként, hogy megteremthessük a fejlődést, a jövő alapjait. Celdömök önkormányzatának gazdálkodása is jelentős mértékben függ attól, hogy az állam mennyi adót hagy az önkormányzatoknál, vagy éppen mennyit von el központi felhasználásra. Ha több adóforint marad, jut az itt élő lakosoknak, az itt működő vállalkozások által befizetett adóból az önkormányzat is több pénzből tud gazdálkodni Celdömökön és környékén az itt élők javára. Ha több marad, akkor többet tudunk építeni, utakat felújítani, több lehetőségünk lesz a város szépítésére, az óvodákra, az idősgondozás és a szociális juttatásokra. Ugyanúgy, mint István idejében. Tisztelt ünneplő közösség! Augusztus 20-a egyben a termények betakarításának időszaka is. Ez így volt 1000 éve, és így van ma is. A jó magyar földben megérlelt gabona bekerült már a helyére, előbb kiváló liszt, majd ropogós, fénylő héjú kenyér lesz belőle. Ma ünnepeljük az új kenyér ünnepét is. Tudjuk jól, hogy az időjárás mi sokat számít a termények gazdagságát illetően, voltak szegényebb éveink is, de a mostani híreink szerint arról szólnak, hogy idén jó termésünk lesz. Pozitív eredményei vannak a mezőgazdaságnak és az iparnak is. Reméljük, így a beszedett adókból is több tud visszaosztani az állam, és nekünk is több marad. Ünnepségünket megtisztelték jelenlétükkel országos és megyei politikusaink is, akik a törvényhozás kapcsán dönthetnek arról is, hogy az önkormányzatok mekkora forrásból gazdálkodhassanak, milyen pályázati támogatáshoz jussanak. Ők ismerik céljainkat, hogy városunk érdekében milyen fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Nincsenek nagy álmaink, nincsenek megvalósíthatatlan céljaink. Azok a céljaink, amelyeket többségében a megyei vezetéssel közösen alakítottunk ki, mint például a Sághegy és környékének gyógyhelyé nyilvánítása, a Kemenes vulkánpark körüli területek turisztikai célú fejlesztése, a város további és folyamatos modernizációja, az itt és a környezetünkben élők és az ide érkezők érdekében. Másfél évtizede, amikor elhatároztuk, hogy vasúti munkahelyek megszűnése miatt az idegenforgalom fejlesztésére fogunk előtérbe keríteni mindent. Megvoltak a terveink, és a mindenkori megyei és országos vezetés segítette városunkat, mert politikusaink látták, hogy a helyi közösség érdekét szolgálja céljaink megvalósítása. A vendéglátás, a fürdő, a szállodák
számos munkahelyet teremtettek. Most a gyógyhelyi nyilvánítás ismét nagy lépést jelenthet számunkra, hiszen ezzel egy újabb, magasabb fokra léphet Celldömök, és újabb forrásokhoz juthat. Celldömök nem akar megvalósíthatatlan dolgokat. A polgármester úrral és a mindenkori képviselőtestülettel azokat a célokat tűztük ki, amelyek az itt élő emberek, a kis- és középvállalkozások, de a nagyobb vállalkozások érdekeit is szolgálják. És ezekben sikereket értünk el eddig, és reméljük ezután is. Ehhez elengedhetetlen az egymás segítő együttműködés, az összefogás, Vas megyei önkormányzat vezetőjével, Majtényi Lászlóval és a térség országgyűlési képviselőjével, Ág Péter úrral. Eddig is sokat köszönhettünk nekik, kérjük a későbbiekben is támogassanak minket, hogy közösen örülhessünk Celldömök, ezzel együtt Vas megye és Magyarország fejlődésének. Ezt csak közös összefogással érhetjük el. Egyre modernebb városunk nem csak a turistákat fogadja szívesen, hanem valamennyi lakóját. Jó ide hazatérni, ahogy messzi útról vagy rövidebb útról ideérkezünk, ugye más itt a levegő, más a víz íze, más a környezet, a Sághegy lábánál a kis házak ölelése, és az egyre gyakrabban megújuló város és városközpont vendégszeretete. Szerencsére vannak a városban olyan vállalkozások, amelyek munkahelyteremtőek, és a későbbiekben többen kerestek minket az ipar telepítésére itt, a Nyugat-Dunántúl, még ma is, ha nem csak vasúti, hanem vasúti és közúti csomópontján. Reméljük, hogy egyre több sikereket fogunk ezzel kapcsolatban is elérni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az imént beszéltünk az új kenyérről. Sajnos mindig voltak, és bizonyára lesznek is, akiknek kevesebb jut más mellett a kenyérből is. István királyunk gondoskodott azokról is, akiknek kevesebb jut, akik szegényebbek. Talán kevesen tudják, hogy Kárti Márk képes krónikája szerint ez is dinárokkal teli erszénnyel járt, azt hordta az övén, és amikor szegényt látott, saját maga gondoskodott róla. Nekünk is gondoskodnunk kell azokról, akik jobban rászorulnak a segítségre. És ennek nem csak ünnepek kapcsán kell eszünkbe jutni, és nem is kell, hogy hangot adjunk neki. Tegyük csendben, csak arra vigyázzunk, hogy a családunk szeretete mellett mindig maradjon egy kis hely a szívünkben, hogy a rászorultakat segíthessük. Csak egy pici hely, és akkor tudjuk, hogy a környezetünkben ki az, akin jó szóval, egy tál étellel, egy beszélgetéssel, vagy talán a nehézségeinek továbbításával segíteni lehet. Nem sok, csak egy pici hely a szívünkben. Szóljon erről augusztus 20-a. Az a nap, amikor első királyunkat 1083. augusztus 19-én szentéavatták, és augusztus 20-án emelték oltára. Ahogy István király végtelen szeretete szólt az egész magyarságnak, szóljon a mi támogató szeretetünk azoknak, akiknek segítséget nyújthatunk. Ahogy Szent István király írt a fiához Imre herceghez intelmeiben, mert talán tudják, hogy őt szánta a trónra, bár korai halála ezt lehetetlenné tette, 5 fejezetből álló intelmet írt a fiának, és ebből az egyikből szeretnék idézni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben, a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakókhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt, mindenkihez, aki hozzád járul, mert a szeretet gyakorlása vezet a legfőbb boldogsághoz. Így írt fiához, és ha ma élne, talán ezt mondaná nekünk, minket is így nevelne. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. E gondolatok nevében szép ünnepet kívánok Önöknek.
Kérem Majtényi László urat, a Vas megyei közgyűlés elnökét, hogy mondja el köszöntőjét a Magyarok kenyere ünnepe alkalmából. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Főügyész úr, hivatalvezető úr, polgármester úr, polgármester asszony, alpolgármester asszony, alelnök úr, kapitányasszony, alezredes urak, történelmi egyházak képviselői, kedves barátaim, tisztelt jelenlévők! Második alkalommal emlékezünk, vagy ünnepeljük megyei szinten is a Magyarok kenyerét. Tavaly első ízben ezt Bükk városába tettük meg, és folytatjuk hagyományt teremtve idén Celdömök városával közösen emlékezünk a Magyarok kenyeréről, és ünnepeljük a Magyarok kenyerét. Nem jöhetne ez létre, hogyha a Nemzeti Agrárkamara, akinek tisztelt képviselője, alelnök úr személyében itt van köztünk, nem szervezi meg a Vas megyei gyűjtést, és tavaly 93 adakozó gazdának köszönhetően 12 ezer kilónyi gabona jött össze, búza jött össze, idén pedig 104-en több mint 13.300 kiló gabonát adtak a Magyarok kenyeréhez. Maga az országos akció az 5 évvel ezelőtt indult egy pécsi jogász professzornak a kezdeményezésére, és akkor az éves országosan gyűjtött mennyiség az 10.000 kilogramm volt, tehát alatta volt a tavalyi Vas megyei kezdő mennyiségnek, és most már több száz tonna jön össze évente. Ehhez a mozgalomhoz az Agrárkamara mellett sok civil szervezet csatlakozott a testvérvárosi települések egyesülete, elsősorban erdélyi és délvidéki településeket, testvértelepüléseket bevonva ebbe az akcióba, csatlakozott a Ferences rendtartománynak a képviseletébe, Déváról Ferenc testvér, Csaba testvér, bocsánat, a Ferences rendtartományból, akinek a gyermekei, a több mint 2200 gyermek, akinek a gondját viseli, az alapítása kezdetek 5 éve óta kedvezményezettje ennek az akciónak. Azt mondják, hogy körülbelül 7-8 ezer éve eszünk kenyeret, nem mi itt jelenlévők, hanem az emberiség, és azt is mondják, hogy ez a kenyér, ez egy kovásztalan kenyér volt, hasonló a pászkához, és valamikor 2500-3000 évvel ezelőtt az egyiptomiaknak köszönhetjük azt, hogy kovász került a kenyérbe, és kovász technológiával készült el a kenyér, az a kenyér, amit mi ma itt ismerünk a 21. században Közép-Európában, és az egyiptomiak közvetítésével került a görögökhöz, aztán így a rómaiakhoz, és így indult el a kovászolt kenyér Európát, majd a világot meghódító útjára. Hogy Szent István korában milyen lehetett a kenyér, azt nem tudjuk. Biztos, hogy nem az volt, amit most kenyérnek ismerünk. Nagy valószínűséggel egy kovásztalan kenyér volt. Mátyás korából vannak írásbeli bizonyítékaink arra, hogy Mátyás udvarában már kovászolt kenyeret készítettek olasz pékmesterek, és valószínű, hogy a Szent Istváni kenyér az nem egy ilyen szép, gömbölyű, kelesztett kenyér volt, hanem egy egész más típusú kenyér volt. Van egy híres mozzanata a magyar kenyérnek történelmünkben, a 17. századból, 1640-es évekből, amikor Apafi Mihály a szövetséges török seregeket megvendégelte, és hát a Cselebi leírásában maradt meg, aki elég ilyen nagyot mondó történetíró hírében áll, vagy tudósító hírében áll, még 400 év után is, de annyit tudunk, hogy Apafi ilyen kocsi szekér nagyságú kenyerekkel vendégelte meg a törököket, akiknek nagyon ízlett ez a kovászolt kenyér. Hát azt mondják gasztronómia történészek, hogy valószínűleg óriási gödröket ástak, amiben tüzet raktak, és abba borogatták bele szekerekről a megkelesztett tésztát, és így tudták ezeket az óriási kenyereket megsütni a törököknek, amit meg is örökítettek történetírásukban. Persze, ha fogunk egy vödör lisztet, meg egy vödör vizet, és leöntjük ide a színpadra, vagy bárhol, akkor a liszt is szétfolyik, meg a víz is szétfolyik.
Kovász nélkül semmit nem ér, se a víz, se a liszt, nem lehet belőle kenyeret készíteni, és a magyarok kenyerének van egy önmagán túli jelentése is, hogy ez nem csak a nemzettesteket köti össze ez a kenyér, amit az ország és a külhoni magyarok képviselői búzájából összeöntve a Magyar Agrárgazdálkodási Kamara közreműködésével összegyűjtenek, és abból készített lisztből kenyeret sütnek, hanem az egységet is jelképezi. Ahogy maga a kenyér, a víz, a liszt, a só és a kovász vagy az élesztő összetevő, ez a négy összetevő kell az egységhez, ez a kenyér, ami az ország különböző részein termett és az elszakított területeken termett gabonából készül, ez magát, az összetartozásunkat is jelképezi. Sokat vitatkoznak manapság arról, hogy Szent István, az államalapítás és a kenyér az hogy kapcsolódik, itt összeérintette alpolgármester asszony is. Sokan arra az időszakra tették, amikor a 40-es évek végén a Szentjobb körmeneteket betiltották, és hogy akkor egy újfajta kultuszteremtéssel a kenyeret próbálták előtérbe helyezni, ami kevésbé volt pártsemleges, mint a Szentjobb. De ez így önmagában nem igaz, mert 1920-as évek végén már volt arra törekvés, tehát a Horthy Miklós fémjelezte korszakban, hogy az államalapítás és a kenyérnek az ünneplése egybe kapcsolódjék. Elsősorban azért, hogy minél több termelőt, parasztot, minél több szegény embert vonjanak be az államalapítással kapcsolatos ünnepségekbe. Hát mi most itt ma az ünnepség végén, miután a történelmi egyházak képviselői megáldották, a magyarok kenyerét meg fogjuk majd tudni kóstolni, ezt a kenyeret, és számtalan dolog kapcsolódik a kenyérhez, szólások, mondások, csak az egyik legismertebbet is, mert idézem, hogy megette már a kenyere javát, ugye remélem ez nem lesz érvényes itt a terembe jelenlévőkre, se pedig arra a kenyérre, amit majd meg fogunk kóstolni az ünnepség végén. Köszönöm szépen! Tisztelettel felkérem a történelmi egyházak képviselőit, Kirner Antal Zoltán plébános urat, Rász Dénes lelkész urat és Füstös Gábor lelkész urat, hogy áldják meg az új kenyeret. Tisztelettel köszöntöm a mai ünnepségem megjelent minden egyes testvért. Máté evangéliumából egy rövid igével Jézus ezt mondja, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Amen. A mai napon ünnepelünk. Visszaemlékezünk István királyra, és mindarra a munkára, amit elvégzett azért, hogy ma itt lehessen kicsiny népünk. Ugyanakkor hálát adunk a gabonáért, azért, hogy még ma is élete lehet országunknak és a benne lakóknak. De mindezzel együtt másra is emlékezünk. Másért is büszkék lehetünk magyarságunkra. Olimpiai teljesítményekért, vagy éppen tudományos munkásságokért, de az élet mindennapi hőseiért is, és ki tudja még mi mindenért. Pusztán azért, mert magyarok lehetünk, azért, mert életünk lehet ebben a kis országban. Jézus szava pedig arra figyelmeztet, hogy mindezért, ami magyarságunkból büszkeséggel tölthet el, mindazért, ami életünk további fenntartásához kell, és még sok minden másért is.
Mind mennyei atyánknak tartozunk hálával és köszönettel, aki nem feledett el minket, és szeretetével megadja mindazt, amire szükségünk van, sőt, sokszor többet és jobbat is ad. Fogadjunk hát hálát az Istennek. Forduljunk Isten felé köszönettel és hálaadással kérve továbbra is áldását, mely nélkül nem lehet országunk és nem lehet életünk se. Az ünnepen forduljunk Isten felé is köszönettel, mert mindaz, amit ma ünnepelhetünk, az ő áldásából, az ő szeretetéből lehet a miénk, mert tudja, hogy szükségünk van segítségére. Isten legyen velünk mindenkor. Isten áldása legyen az új kenyéren, hogy emlékeztessen bennünket a mindenért szóló hálaadásra, és táplálva erősítsen minket minden jóra, népünk és az emberek javára, Isten dicsőségére. Amen. Mindenható Isten, Te, aki a Szent Háromság Isten vagy, egy, örök és igaz, előtted leborulva neked hálát adunk téged, és téged is magasztalunk, mert nem tehetünk másként. Megköszönjük államalapításunkat, hogy hosszú évszázadokon keresztül megtartottad népünket, és ha sok-sok gondok között is élünk, még mindig élünk, és itt vagyunk. És megköszönjük neked, hogy van kenyerünk, van élelmünk, a te jóvoltod megadja nekünk nem csak az életterünket, hanem az élet lehetőségünket is. Megköszönjük te neked, hogy lehet ez a kenyér elegendő. Kérünk és könyörgünk, tartsd meg népünket továbbra is. Add, hogy békében, csendességben, boldogságban tudjunk élni. Áld meg népünk vezetőit, a legmagasabb szinttől kezdve, egészen a legalacsonyabb szintig. Mindenütt népünkért dolgozzanak. Adj nekik bölcsességet, hogy úgy tudják vezetni a rájuk bízottakat, mint akik te neked tartoznak elszámolással. És könyörgünk, Urunk, az élelemért is. Engedd, hogy ne éhezzünk senki, semmikor, hanem amink van, tudjuk úgy beosztani, és tudjuk úgy szétosztani, hogy legyen nekünk is, és legyen mindenkinek elegendő. Tápláld ehhez a mi életünket, Urunk, az élet kenyerével is. Formálj bennünket, vonj magadhoz, hogy ez a dicséret és magasztalás valóban szívből jöhessen, most is, és minden időben. Amen. Kedves testvérek, elnök úr gondolatához szeretnék csatlakozni a kenyér megáldásakor, amikor az valahogy az összmagyarság kenyerét megáldjuk most. Eszembe jutott az, hogy a kenyér azért az egy közösségteremtő étel is, hiszen mindenki eszi kenyeret. Bármilyen rendezvényünk van, bármit szeretnénk, hogy a családban a kenyér az össze tud kapcsolni bennünket. Már egy közösségét tud formálni, és mennyire fontos, hogy ezt a kenyeret tényleg tudjuk megbecsülni. Én még úgy nevelődtem is, mai napig is így van, ha nem felejtem el, hogy a kenyeret mielőtt megszegjük, megáldjuk. Nagyapám, szüleim keresztet rajzoltak mindig a késsel a kenyére, és megköszöntük ezt a kenyeret. És csak azután szeltük meg. Hát akkor még nagyon finom kenyereket ettem gyerekkoromban, hiszen ez a péknél készült, otthon készült, anyukám dagasztotta. És lestük, hogy mikor készül-e, mikor tudunk menni a pékhez a kenyérért. Sorba álltunk, volt egy kis cédula, 25-ös kenyér miénk, vittük haza. Hát ez a kenyér még egy hét múlva is kenyér volt, azért tegyük hozzá azt is. És
közösségé formált bennünket. Misén is említettem azt, hogy a héten nagyon megrázó, mély helyen voltam, Sopron-Kőhidán a fegyházban és a börtönben tartottunk egy lelki gyakorlatot, egy kurziót. Én 3 napig a börtönben voltam, reggel 5:30-tól este 9-ig, és amikor ott első közös étkezésünk volt, a vacsora, kérdezi tőlem az egyik fogva tartott, hogy jó lesz így a terítés? Hát mondom, hát ahogyan máskor is szokták. Hát mi itt így még nem ettünk. Hát ott a cellába teszik be a kis kenyeret, a napi fejadagot nekik, amit kinyitja a kis ablakot, az elítélt megkapja az adagot. És ő nagyon mélyen belém hasított ez a dolog, hogy hát van, aki 10 éve nem evett már ott tányérból, vagy 15 éve, hogy milyen sokat jelentett nekik, hogy együtt tudtunk enni. Le tudtak ülni x év után egy asztalhoz. Valóban nagyon meg kell becsülnünk nekünk a kenyeret, meg kell becsülnünk a közösségeinket, kicsitől a legnagyobbig, és mindent el kell követni azért, hogy a börtönök egyre üresebbek legyenek, bár nem úgy tűnik. De azt is hadd mondjam el, ha már belekezdtem, hogy nagyon örülök, hogy ott voltam, mert egészen más érzések vannak bennem, és az ember olyan könnyen ítélkezik kívülről sokszor, vagy hallunk egy-egy esetet, hogy új, megérdemelte, 10-20 évet, igen. Azt nem tudhatjuk, hogy miért követte el. Csak a felemelő szeretet tud rajtunk segíteni mindenkin. Segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünk, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. Istenünk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és most, ez évben kapott ajándékotként, idehoztuk eléd. Hálánk jele, amikor rá Szent Fia jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, hanem megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, gondviselő atyánknak. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadj, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket, mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva érte neked, és embertársainak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Áldja meg ezt az új kenyeret, mint az összetartozás jelét a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent. A Kemenes Alja Néptánc csoport műsora következik. A csoportot Pál András vezeti.
kitüntetések átadása következik. Pro Urbe Celdömölk, Celdömölkvárosért érdemérem, Celdömölkvárosért emléklap kitüntetéseket ad át a városvezetés azon személyeknek, akik a közéletben, hivatásukban, szakmájukban, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális területen végzett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a város értékeinek növeléséhez. Felkérem Fehér László polgármester urat, Söptei Józsefné alpolgármesterasszonyt és Farkas Gábor jegyző urat a kitüntetések átadására. Celdömölkváros önkormányzatának képviselőtestülete pedagógus nap alkalmából Celdömölkvárosért érdemérem kitüntetést adományoz a város közoktatási feladat ellátásában végzett kiemelkedő tevékenységéért magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként. Pedagógus nap alkalmából kitüntetést vehet át Dózsáné Balogh Viola. Dózsáné Balogh Viola 1984-ben Szegeden végzett a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán magyar-német szakos középiskolai tanárként. Tanári pályáját 1984-ben a József Attila gimnáziumban kezdte meg Székesfehérváron. 1988-ban lett a celdömölki Berzsenyi Dániel gimnázium tanára, majd később intézményvezető helyettes. 2011-ben a gimnázium igazgatója, majd 2012-től az összevont középiskola intézményvezető helyettese. Jelenleg is intézményvezető helyettes, mesterpedagógus, oktatási szakértő és érettségi elnök. Tapasztalatával, kiegyensúlyozottságával segíti kollégáit a napi teendők ellátásában. A pedagógus életpálya kihívásaihoz sikeresen alkalmazkodik, folyamatosan képzi magát, fogékony az új módszerekre, eljárásokra. Diákjai határozott és segítő pedagógusként tartják számon, akik számíthatnak rá. A felsőoktatási felvételiben és a pályaválasztásban gyakran kérik ki tanácsát. Elkötelezett iskolája a celdömölki Berzsenyi Dániel gimnázium iránt. Sokat tesz a diákok sikeres előrehaladásáért, az iskola sikeréért. A város közoktatási feladatellátásában végzett kiemelkedő munkájáért Celdömölkvárosért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk. Pedagógus nap alkalmából kitüntetést vehet át Gáspárné Káldi Krisztina. Gáspárné Káldi Krisztina 1989-ben az óvónőképző szakközépiskola elvégzése után kezdte óvónői hivatását. A felsőfokú óvónői oklevelét munka mellett szerezte meg. Érdeklődési körének megfelelően több szakmai tanfolyamon is részt vett. 2002-ben jelentkezett az ELTE tanító és óvóképző főiskola fejlesztői szakirányára, fejlesztőpedagógus másoddiplomát szerzett, melyet a napi munkájában kamatoztat. Munkáját a pontosság, következetesség és az igényesség jellemzi. Megnyilvánulásaiban őszinte és kiegyensúlyozott, a rábízott feladatokat pontosan elvégzi.
minden gyermek számára feltétel nélküli elfogadást, esélyegyenlőséget biztosít. A gyermekeket bátorítja, motiválja, önbizalomra, önállóságra neveli. Az alsósági tagóvoda vezetése folyamatában munkabírása töretlen, céltudatosság, pontosság és igényesség jellemzi. Munkatársaival szemben nyitott, a közösséget pozitív irányba formáló személyiség. Rendkívüli gyermekszeretetét, nyugodt, határozott egyénisége, kiegyensúlyozott napokat biztosít az óvodások és a munkatársak számára. A város közoktatási feladatellátásában végzett, kiemelkedő munkájáért, Celdömölk városért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Pedagógus nap alkalmából kitüntetést vehet át Jónás Róbert Zoltán. Jónás Róbert a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem faipari mérnöki karán szerzett diplomát, majd Budapesti Műszaki Egyetemen mérnök-tanári végzettséget. Korábbi munkahelyei iskolái után 2000-ben kezdett tanítani a Celdömölki Szakképző Iskolában. Pedagógusi munkáját a gyermek és szakmaszeretet, a türelem, a következetesség, a hátrányos helyzetű diákok segítése, a tehetséges diákok ösztönzése, tantárgyainak magas színvonalú oktatása jellemezte. Pedagógusként folyamatosan képezte magát, megismerkedett a korszerű technológiákkal és oktatási módszerekkel. Elsajátította a szakmai előkészítő tantárgyak érettségi vizsgáztatásához, valamint a szakmai vizsgaelnöki tevékenység folytatásához szükséges ismereteket. A Magyar Mérnöki Kamara által szervezett továbbképzéseken bővítette tudását. Lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően tanítványaival a szakma kiváló tanulója versenyen több alkalommal országos helyezést ért el bútorasztalos, asztalos szakmában. Oktató-nevelő életpálya kifejezi elkötelezettségét a pedagógus pálya iránt. A város közoktatási feladat ellátásában végzett kiemelkedő munkájáért Celdömölk városért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Pedagógus nap alkalmából kitüntetést vehet át Lampértné Horváth Veronika. Lampértné Horváth Veronika a szombathelyi Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolán 1979-ben szerzett tanítói diplomát népművelés kollégiumi képzéssel kiegészítve. Friss tudással felvértezve az Eötvös Loránd Általános Iskola napközis tanítójaként kezdte meg pályafutását. Tanítványait nagy szeretettel és körültekintéssel nevelte. Igazán kibontakozott tudása, amikor tanítványaival osztálytanítóként foglalkozhatott. Megszerzett ismereteit igyekezett frissen tartani, megújítani, kihasználta a képzési lehetőségeket. Az iskola összevonás után a Celdömölki Városi Általános Iskola nevelőjeként dolgozik, a jó közösség kialakítását szem előtt tartva a diákok, pedagógusok körében egyaránt. A tanulók szabad idejének koordinálásában, tanulmányi munkájuk felkészülésük segítésében jó társa közvetlen kollégájának. Megfontolt véleménynyilvánításai építő jellegűek, pozitív hozzáállását tükrözik. A szülőkkel mindig megtalálja a kellő hangnemet, hogy a gyermekek érdekében a legcélra vezetőbb, közös nevelési módszerekkel egyengessék a tanítványok életét. A város közoktatási feladat ellátásában végzett, kiemelkedő munkájáért, Celdömölk városért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk!
Pedagógus nap alkalmából kitüntetést vehet át Nagyné Horváth Edit. Nagyné Horváth Edit 32 éve dolgozik a pedagógus pályán. 2004 óta tanít a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában. Színvonalas oktató tevékenységével magasra teszi a mércét tanítványai előtt, de segítő, bátorító nevelésével mindent megtesz, hogy a diákok kihozzák magukból a legtöbbet. Változatos óráival, módszertani gazdagságával hamar megszeretteti a tanulást az egészen kicsikkel is. Komolyan veszi hivatását, keresztény pedagógusként aktív tagja az egyházközségnek. Szent Benedekes évei alatt végezte el a hittudományi főiskolát, megszerezve a hittanári szakot. Oktató tevékenységében nyitott az újításokra. Hangsúlyt fektet a tehetségek külön gondozására, ugyanakkor sok időt szán a lassabban haladók felzárkóztatására is. Nevelési elveit a határozottsággal párosuló kedvesség jellemzi. A gyermekeket ráneveli a tiszteletre és az iskolai rendszabályok betartására. De kedvességével, figyelmességével észreveszi a diákok egyéni szükségleteit is. Példaértékűek a szülők és gyermekek számára szervezett szabadidős programjai. A város közoktatási feladatellátásában végzett kiemelkedő munkájáért Celldömökvárosért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Pedagógus nap alkalmából kitüntetést vehet át Zsámboki Anita Zita. Zsámboki Anita Zita tanári diplomáját 1994-ben szerezte a Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolán kémia szakos tanárként, majd 2002-ben német tanári oklevelet szerzett. Munkájában sokoldalú, fáradhatatlan, igényes. Kedves, elfogadó személyiség nyitott a változásokra, a megújulásra. Rendszeres továbbképzésekkel, önképzéssel gyarapítja szakmai tudását. 2 éve az alsósági tagiskola diák önkormányzatát segítő tanára. Újszerű ötleteivel, változatos programok szervezésével sokat tesz az iskolai közösség fejlesztéséért. Elkötelezett a környezettudatos gondolkodás iránt. Ilyen jellegű versenyeken, zöld programokon eredményesen szerepelnek tanítványai. Az iskolai hulladékgyűjtések fáradhatatlan szervezője, lebonyolítója. Ötleteit szívesen fogadják kollégái és tanítványai egyaránt. Az iskolai dekorációk tervezésében, elkészítésében aktívan részt vesz. A Najdaúj testvériskolai kapcsolat meghatározó egyénisége, munkabírása, kitartása példaértékű. A város közoktatási feladat ellátásában végzett, kiemelkedő munkájáért, Celldömökvárosért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Celldömökváros önkormányzatának képviselő testülete Semmelweis nap alkalmából Celldömökvárosért érdemérem kitüntetést adományoz a város egészségügyi ellátásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként. Semmelweis nap alkalmából kitüntetést vehet át dr. Dombi István.
Dr. Dombi István 1984-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, majd 1993-ban általános sebészeti szakvizsgát, 2004-ben traumatológiai szakvizsgát tett. Diplomaszerzése után a romániai Adjudon, majd Pincehelyen, később Sárváron dolgozott a kórházak sebészeti osztályain. 2007 óta a Kemenes-Aljai Egyesített Kórház szakorvosa az egynapos műtéti betegellátó osztályon és a sebészeti szakrendelésen gyógyítja a betegeket, sebészeti részlegvezető főorvosként. Elismert szaktekintély, szemlélete orvosként tükrözi a magas szintű szakmaiságot. A hozzáforduló páciensek bizalommal lehetnek irányában. Munkatársaival, ápolókkal és orvosokkal egyaránt jó kapcsolatot alakított ki, segítségére mindenki számíthat. Munkáját a jó felkészültségen alapuló gondos, körültekintő, fáradhatatlan munkavégzés jellemzi. Hozzáértő tevékenységével eredményesen járul hozzá, a hozzáfordulók mi hamarabb visszanyeljék legdrágább kincsüket, az egészségüket. A város egészségügyi feladatellátásában végzett kiemelkedő munkájáért Celldömök város érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Semmelweis nap alkalmából kitüntetést vehet át Erős Józsefné. Erős Józsefné 1976-ban szerzett általános ápoló, általános asszisztens és csecsemő gyermekápoló képesítést az Enzbruder Dezső egészségügyi szakiskolában Szombathelyen, majd 1979-ben ideg-elme ápolói képesítést. Korábban az Intaházi Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetben dolgozott ideg-elme ápolóként. 2006 óta dolgozik a Népjóléti Szolgálatnál. Jelentős szerepe volt a gondozóház és az idősek otthona arculatának kialakításában. Munkájában végtelen a türelme, mind a rászorulók, hozzátartozók, mind pedig kollégáival szemben. Rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, besegít a részleg adminisztrációs teendőibe. Személyiségét a nyitottság, rugalmasság, megbízhatóság, a változásokra való fogékonyság jellemzi. Az idősek felé tisztelettel és empátiával fordul. Tagja az intézményben működő szakápolói tímnek. Ezen túlmenően civil szerepvállalása is példamutató. Tagja a Szociális Igazgatók és Szakemberek Vas megyei szervezetének, valamint a Rákellenes Ligának. A város egészségügyi feladatellátásában végzett kiemelkedő munkájáért Celldömök város érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Semmelweis nap alkalmából kitüntetést vehet át Horváth Lászlóné. Horváth Lászlóné 1972-ben érettségizett, majd 1976-ban csecsemő és gyermekápolónői végzettséget szerzett a Vas megyei tanács VB egészségügyi szakiskolában. A szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskolán 2004-ben elvégezte a mentálhigiénés asszisztens képzést. 1973-ban kezdett el dolgozni az Intaházi Rehabilitációs Intézetben, majd megyei intézményekben dolgozott. A Népjóléti Szolgálat bentlakásos részlegeiben 2006 óta dolgozik mentálhigiénés asszisztensként. Feladata az ellátottak készségeinek, képességeinek fejlesztése, szinten tartása, valamint szabadidős programok szervezése.
Az intézmény többi területén dolgozó kollégával kiegyensúlyozott a kapcsolata. Személyiségét a szociális területen elengedhetetlen empatikus készség jellemzi. Munkáját a szakma iránti mély elköteleződéssel végzi. Az ellátottak problémáinak megoldását az életkori, egészségügyi, mentális sajátosságukat figyelembe véve segíti. A város egészségügyi feladatellátásában végzett, kiemelkedő munkájáért Celldömölk város érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Semmelweis nap alkalmából kitüntetést vehet át dr. Krizmanics Mária. Dr. Krizmanics Mária 1974-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karán diplomázott. 1980-ban belgyógyász, majd egy év múlva kardiológiai szakvizsgát tett. Szakmai tudásának további szélesítésére Good Clinical Practice tanfolyamot, kórházmenedzsment és egészségügyi menedzser képesítést szerzett. Diplomaszerzése után a Budapesti megyei Kölyálnál, majd a Baranya megyei kórházban, később a Csornai kórházban dolgozott, ahol igazgató főorvosként számítottak szakmai tudására. Részt vett az irányított betegellátási modellben, 2008-tól 2 évig a Pápai Gróf Eszterházi Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben gyógyította a betegeket. 2010 óta a Kemenesaljai Egyesített Kórház orvosa a kardiológiai szakrendelésen, a krónikus belgyógyászaton gyógyítja a betegeket, osztályvezető főorvosként. Szakorvosi és vezetői ismeretei, tapasztalatai által elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a Városkórháza jelenlegi helyzetében is kiválóan látja el gyógyító feladatát. Munkáját mindig a precizitás jellemzi. Orvosi életútja, pályája elismerésre méltó. A város egészségügyi feladat ellátásában végzett, kiemelkedő munkájáért Celldömölk város érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Semmelweis nap alkalmából kitüntetést vehet át dr. Mosonyi Ildikó. Dr. Mosonyi Ildikó 1980-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karán diplomázott, majd 1988-ban tett anesteziológiai intenzív terápia szakvizsgát. 1980-ban a Sümegi Kórház belgyógyászati osztályán kezdte pályafutását, majd a Markusovszki Kórház, később az Országos Traumatológiai Intézet anesteziológiai és intenzív osztályán foglalkozott a betegekkel. 2000 óta a Kemenesaljai Egyesített Kórházban anesteziológus főorvosként dolgozik. Munkáját a jó felkészültségen alapuló gondos, körültekintő, fáradhatatlan munkavégzés jellemzi. Műtéti tevékenysége során a magas szintű szakmai tudás humánum mutatkozik meg. Pályafutása során magának és hivatásának is elismerést szerzett. Az egészségügyben végzett széleskörű szakmai tevékenysége egész pályafutása elismerésre méltó. A város egészségügyi feladat ellátásában végzett, kiemelkedő munkájáért Celldömölk város érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk!
Celldömölk város önkormányzatának képviselőtestülete állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából Celldömölk városért érdemérem kitüntetést adományoz Celldömölkért elkötelezettséggel végzett kimagasló szakmai, áldozatos és kiemelkedő közéleti tevékenysége elismeréseként. Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából kitüntetést vehet át Bolla Gábor. Bolla Gábor Veszprém megyéből került Celldömölkre 45 éve július 1-én. 1971-ben végzett ugyanis a kereskedelmi szakközépiskolában, és első munkahelyét városunkban találta meg az Áfész égisze alatt működő üzletben. Első és utolsó munkahelyét, hiszen kereskedőként a mezőgazdasági üzletből ment nyugdíjba. 1989-ig az Áfész működtette az üzletet, majd a kor kihívásainak megfelelve a vállalkozói formát választotta. Nem csak a hivatásában és a munkahelyéhez ragaszkodott, kereskedőtársai és állandóak voltak az életében. Zámbó Imrével közel 4 évtizeden át együtt vitték az üzletet. Bár nyugdíjba vonult, nem szakadt el hivatásától, hiszen jelenleg is aktívan részt vesz az üzleti életben, és adja át tapasztalatait fiatalabb kollégáinak. Kereskedői életpályája során vevőinek elégedettsége elsődleges szempont. Kereskedőként nem csak a vásárlót látja az üzletébe betérőkben, de szereti bennük meglátni és megismerni az embert, az emberi értékeket. Pályafutása, példaértékű életútja során szakma szeretete, kiemelkedő szakmai tapasztalata és embersége jellemezte leginkább. Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Celldömölk városért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából kitüntetést vehet át Kocsis Péter. Kocsis Péter iskolái elvégzése, majd a sorkatonaság után hivatásos katona lett a határőrség kiképző, majd akciószázadánál szakaszparancsnoki beosztásban. Később biztonságszervező, személy- és vagyonvédelmi szakértői végzettséget szerzett, és ipari alpinista szakemberre is vált. 2009-től önkormányzati tűzoltó, a tűzoltóságon belül a ranglétrát végigjárva előbb beosztott tűzoltó, később tűzoltó gépkocsi vezető, majd tűzoltó rajparancsnok lett. 2012-től vezeti parancsnokként a celldömölki önkormányzati tűzoltóságot. Közép- és felsőfokú szakmai képesítéseit a Belügyminisztérium rendészeti, majd katasztrófavédelmi oktatási központjában tűzoltó parancsnoki szakon végezte. Munkáját hozzáértéssel, rendkívüli szorgalommal, tartósan magas szakmai színvonalon végzi, döntései megalapozottak, és szakmailag kellően alátámasztottak. Parancsnokként nagy figyelmet fordít a magas színvonalú szakmai munkára, az állomány megfelelő szintű képzésére, valamint a katasztrófavédelmi szervezetrendszer működésébe vetett közbizalom fenntartására. Személyes példamutatása és felelősségvállalása példaértékű. Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Celldömölk városért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából kitüntetést vehet át Kovácsné Horváth Andrea.
Kovásné Horváth Andrea a Szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskolában végzett jegyzőkönyvvezető, gyors és gépíró szakon. Itt megszerzett tudására alapozva dolgozott több celldömölki nagy cégnél, mint például a Keriparban és a Mávépcel Kft.-ben. 2008 óta a Celldömölkváros önkormányzatának hivatalában dolgozik, a titkársági osztályon gondnokként. Munkakörénél fogva vezette a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveit, előkészítés segíti az önkormányzati bizottság üléseit, munkáját. Nagy részt vállal az önkormányzati rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Szakmai munkáját igényesen, lelkiismeretesen végzi, időt és fáradtságot nem sajnálva folytatja munkáját. Kedves és barátságos személyisége okán az ügyfelek is bizalommal fordulnak hozzá, ezzel elősegíti a hivatal problémamentes működését. Hivatása mellett városát is nagyon szereti. Több civil szervezet tagjaként a közéletben is aktív szerepet vállal. Gyors és gépíróként számos hazai és nemzetközi versenyen eredményesen vett részt, többszörös magyar bajnok és gyorsírásból világbajnoki 6. helyezett. Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Celldömölkvárosért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából kitüntetést vehet át dr. Pörneczi Károly. Dr. Pörneczi Károly a Celldömölki Sághegyalja ZRT elnök vezérigazgatója, emellett a Kemenesalja Kórházért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 1990 óta dolgozik Celldömölkön, az akkor még Sághegyalja MGTS-ben, mint főkönyvelő kezdett. 1998-ban lett a szövetkezet elnöke, ahol 100 embert irányít a ZRT részlegeiben. Kiváló gazdasági szakemberként 1997 óta vesz részt a kórházi alapítvány tevékenységében kuratóriumi elnökként. Az alapítvány Kemenessaljai Egyesített Kórház gyógyító tevékenységét segíti 1992-es megalapítása óta. Anyagi forrásokat teremt elő annak érdekében, hogy az egészségügyi intézmény gyógyító eszközparkjának bővítéséhez hozzájáruljanak. Az elmúlt években közel 100 millió forintot gyűjtöttek össze a magánszemélyek és cégek adófelajánlásaiból, mely összegből egyebek mellett röntgengépet, diagnosztikai eszközöket, szív-ultrahangkészüléket, szülőágyakat szereztek be. Igazi közösségi emberként szívesen foglalkozik az emberekkel, akik bizalommal fordulnak hozzá és segítik az alapítványt is. Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Celldömölkvárosért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk. Dr. Pörneczi Károly nem tud részt venni ünnepségünkön, a kitüntetést később veszi át. Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából kitüntetést vehet át Simmer Győző. Simmer Győző gépszerelő, géplakatos szakmát szerzett, vasúti gépkezelőként és nehéz gépkezelőként dolgozott különböző munkahelyeken, egyebek mellett Líbiában, a Celldömölki Költségvetési Üzemben, majd kórházban. Főállása mellett 1989 óta igazi hivatásának tekinti az állatokkal való foglalkozást. Állatszeretete okán az önkormányzat felkérésére foglalkozik a kóbor kutyák összegyűjtésével. Először Celldömölk területén, majd a környező településeken kérték fel a tevékenységre. A Hunyadi utcai telephelyet az önkormányzat jelölte ki számára, és az elmúlt évtizedekben több nagy volumenű fejlesztést is megvalósítottak ott. Korszerű kennelsorokat alakítottak ki, szociális kiszolgáló épületet, melyekhez az önkormányzatok, a kistérségi társulás is hozzájárult. 2013 óta főállásban gyepmester, közben ebrendészeti végzettséget szerzett. A szergényi székhelyű Animal Life állatvédelem határok nélkül alapítvány kuratóriumi tagja és a menhely vezetője is egyben. Egészségi állapota miatt befejezte gyepmesteri munkáját, de a tevékenységtől nem szakadt el teljesen. Nem is szakadhat, hiszen elszántsága, felkészültsége, hozzáértése és szívvel lélekkel való tenni akarása ezt nem engedi.
kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Celldömök városért érdemérem kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Celldömök város önkormányzatának képviselőtestülete állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából Celldömök városért érdemérem posztumusz kitüntetést adományoz, Celldömökért elkötelezettséggel végzett, kimagasló szakmai, áldozatos és kiemelkedő közéleti tevékenysége elismeréseként néhai Laca Péter részére. A kitüntetést Laca Péterné és Laca Vilmos veszik át. Laca Péter szakmája, munkája mellett élete nagy részében a közbiztonság védelme érdekében dolgozott. 25 évvel ezelőtt alapította meg társaival a celldömölki polgárőrséget. Elsőként az országban, így elmondható, hogy az országos alapításban is tevékeny részt vállalt. A celldömölki polgárőrség vezetőjeként a 2,5 évtized alatt a térség önkormányzatainak területén látott el szolgálatot, segítő közreműködésével alakultak meg a környező településeken is a polgárőrszervezetek. Fáradhatatlanul és lelkiismeretesen vett részt a polgárőrség munkájában. A civil szervezet irányításán kívül aktívan közreműködött a városi rendezvények biztosításában, a helyi járatos buszközlekedés rendjének ellenőrzésében, felügyelte a horgásztónál a tóra vonatkozó szabályok betartását, részt vállalt a postai őrködésben, a szeptemberi iskola kezdéskor pedig a gyerekek biztonságára vigyázott. Neve és alakja összefor mindazzal, ami városunkban a közbiztonság fenntartását jelenti a helyi közösség részéről, kitartása példaértékű minden generáció számára. 2016. januárjában hunyt el. Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Celldömök városért érdemérem posztumusz kitüntetésben részesül. Kitüntetéshez gratulálunk! Celldömök város polgármestere Celldömök városért emléklap kitüntetést adományoz, hivatásában nyújtott kiemelkedő tevékenységért, magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként. Celldömök városért emléklapot vehet át Hajdú Dezsőné. Hajdú Dezsőné 1977-től 1989-ig az Egyesült Ipari Szövetkezetnél dolgozott, 1979-ben munka mellett szerzett szakközépiskolai érettségi bizonyítványt. A celldömölki óvodában 1990. januárjától dolgozik dajkaként. Közvetlen, gondoskodó személyiségét mindenki hamar megkedveli, hisz számára fontos, hogy odafigyeljen munkatársaira és segítse őket, amiben csak tudja. Könnyen teremt kapcsolatot, körülveszi őt a gyermekek és a szülők szeretete és tisztelete. Odaadóan a szülőkkel kitűnő kapcsolatot ápolva foglalkozik a kisgyermekekkel. Munkáját lelkiismeretesen, kiemelkedő színvonalon végzi lankadatlanul. A rábízott gyermekeknek és munkatársainak folyamatosan sok-sok szeretetet,
megértést ad munkája során. Sok éves tapasztalattal maga mögött jó példával jár a munkatársak előtt is. A rábízott feladatokat szívesen vállalja és pontosan elvégzi. Segítőkész, megbízható, mindig lehet rá számítani. Szervező képességének köszönhetően sok-sok napi probléma megoldódott óvodánkban, jó érzelmű, ötletgazdag egyénisége segítette ebben. A város közoktatási feladatellátásában végzett kiemelkedő munkájáért Celdömölk városért emléklap kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Celdömök városért emléklapot vehet át Varga Imréné. Varga Imréné 1976-ban érettségizett a celdömölki Berzsenyi Dániel gimnáziumban. 2011-ben a Szombathelyi Regionális Képzőközpont szervezésében elvégezte a szociális gondozó és ápolóképzést. Munkáját 1976-ban segédápolóként kezdte meg az Intaházi Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetben, majd mint adminisztrátor dolgozott a Celdömölki Kórházban. 2008 óta a Népjóléti Szolgálat 2. számú idősek klubjában dolgozik szociális gondozóként. Az idősekkel könnyen teremt kapcsolatot, bizalommal fordulnak hozzá. Aktív részese a klub élet megszervezésének, működtetésének. A közvetlen és az intézmény többi területén dolgozó kollégákkal kiegyensúlyozott a munkakapcsolata. Munkáját szakmai hozzáértéssel és az évek során megszerzett szaktudással végzi. Kötelezően ellátandó szociális gondozó feladatain túl részt vállal az idősek számára szervezett szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. Hivatását az intézmény szakmai hitvallásának megfelelően a humanitás, a személyközpontúság, szakmai igényesség szellemében gyakorolja. A város egészségügyi feladat ellátásában végzett kiemelkedő munkájáért Celdömök városért emléklap kitüntetésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Celdömök városért emléklapot vehet át Illés Attila. Illés Attila rendőr főtörzs zászlós 1984. szeptemberre óta teljesít hivatásos szolgálatot a Vas megyei rendőrfőkapitányság Celdömölki rendőrkapitánysága bűnügyi osztályán. 1992 óta dolgozik jelenlegi beosztásában nyomozóként. Széleskörű elméleti tudása eredményességben megmutatkozó gyakorlatiassággal párosul. Az elmúlt időszakban számtalan kiemelt jogsértés került felderítésre, színvonalas munkavégzésének köszönhetően. Szakmai tapasztalata, emberi kvalitása révén szakterületén húzó erőt képez. Felkészültsége, kiváló kapcsolatteremtő képessége révén gyorsan megismerte az illetékességi terület bűnügyi helyzetét, jó kapcsolatot alakított ki a helyi szervezetekkel, azok vezetőivel. Elhivatottsággal, tenni akarással végzi munkáját. Feladatait folyamatosan magas színvonalon, pontosan hajtja végre, amit munkatársaitól is jó néven vesz. Kollégái elismerik szakmai felkészültségét, hivatástudatát, emberi tartását, feljebb valói a tudását, példának tekintik, ezek oknál fogva támogatták az évrendőreként a polgármesteri elismerést. A város közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért Celdömök városért emléklap elismerésben részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk!
Celldömölk város önkormányzatának képviselő testülete állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából Pro Urbe Celldömölk posztumusz díjat adományoz, Celldömölkért elkötelezettséggel végzett több évtizedes kiemelkedő közéleti és szakmai tevékenysége példaértékű életútja elismeréseként néhai Erdélyi Antalnak. A kitüntetést átveszi Erdélyi Antalné. Erdélyi Antal önkormányzati képviselő családja és munkája mellett a közért dolgozott egész életében. 37 éven át volt a Vöröskereszt titkára. 1986-tól 4 esztendőn át tanácstagként képviselte az alsóságon élők érdekeit. 1990 után az önkormányzati rendszerben is bizalmat szavaztak neki. 6 cikluson át választották meg a településrész képviseletére, ezúttal a részönkormányzat vezetője is volt. A cselekvő összefogással Celldömölkért Egyesület képviselőjeként haláláig aktív tagja volt a Celldömölkváros önkormányzata képviselőtestületének. Képviselői munkáját nemes szolgálatnak tekintette. Meghatározó személyiségével köztiszteletet vívott ki magának. Önzetlensége és segítőkészsége által városunk lakóinak szeretete és megbecsülése övezte életét. Eredményesen küzdött az alsósági városrész óvodájáért, iskolájáért, a közösség életét jobbátevő célokért. Szívügye volt a városrészek közötti közlekedés szervezése. Szervezője lett a városrészi programoknak, kapcsolatot tartott a gyerekektől az idős emberekig mindenkivel. Példát adott város szeretetből, kötelességteljesítésből. 2016. júniusában hunyt el. Celldömölkért elkötelezettséggel végzett több évtizedes kiemelkedő közéleti és szakmai tevékenysége példaértékű életútja elismeréseként Pro Urbe Celldömölk posztumusz kitüntetést vehet át. Felesége, kitüntetéséhez gratulálunk. Tisztelettel megköszönöm polgármester úr, alpolgármester asszony és jegyző úr közreműködését. Tisztelettel felkérem Majtényi László elnök urat a Vas megyei közgyűlés elnökének emlékérme átadására. ...2016-ban lett 70 éves a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület asztali tenisz szakosztálya. A szakosztály életében kiemelkedő szerepet tölt be Obráz István, aki 51 éve edzőként dolgozik a csapatok mellett. Obráz István 1959-ben kezdett pingpongozni, a megyei osztályban szerepelt felnőtt csapat ifi játékosaként. 1961-ben kezdte meg katonai szolgálatát, majd leszerelése után 1964-ben újjászervezte a csapatot. 1967-ben edzőképző tanfolyamot végzett. 1995-ig aktívan játszott, s mellette gyermekeket edzett és edz a mai napig. Az asztali tenisz csapat a Városi Sportegyesület berkein belül alakult meg, majd működött a kesztyűgyár, a keripar, a mezőgép keretein belül, míg később visszakerültek a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülethez. Sportpályafutása elismeréseként adományozza számára Majtényi László Vas megye közgyűlése elnökének emlékérmét. Kitüntetéséhez gratulálunk! Megköszönöm elnök úr közreműködését. A cselekvő összefogással Celldömölkért Egyesület által alapított Celldömölk tehetségeiért Kis Péter díjak átadása következik.
A kitüntetések átadására tisztelettel felkérem dr. Petykó Csilla asszonyt és Fehér László urat, az Egyesület elnökét. Kis Péter díjban részesül Erdélyi Regina. Erdélyi Regina a celldömölki Berzsenyi Dániel gimnáziumban érettségizett a 6 évfolyamos képzésen. Kiválóan tanult angolból és németből középfokú komplex nyelvvizsgája van. Főként a humán beállítottságú versenyek iránt érdeklődött, így részt vett helyesírási, szépkiejtési, novella elemző versenyen, ez utóbbin Kárpát-medencei döntőben 6. helyezést ért el és lett külön díjas. Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi és számviteli kara emberi erőforrások szakán folytatja. A gimnáziumi évei során aktívan részt vett az iskolai diákönkormányzat munkájában, kezdetben az osztályok képviselőjeként, később a DÖK elnökeként. Óvodáskora óta táncol, modern tánc kategóriában 2014-ben országos bajnok lett, és az évben a gimnáziumban elnyerte a jó tanuló, jó sportoló vándorserleget. A helyi zeneiskolában gordonkázni tanult. Celldömölk fiatal tehetségeként, tanulmányi és közéleti tevékenysége elismeréseként Kis Péter díjban részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk. Kis Péter díjban részesül Gasparics Laura. Gasparics Laura a celldömölki Városi Általános Iskola alsósági tagiskolája végzős diákja volt. Az osztályában és az iskolában is számos feladatot vállalt, rendkívül aktívan töltötte az iskolai éveit. Tehetséges a rajz és az irodalom területén, versenyek során vett részt, ahol kiváló helyezéseket ért el. Az iskolai műsorok, pályázatok állandó és lelkes résztvevője volt. Nagyon szépen beszél, több szavaló versenyen is szerepelt. Több éve tagja a Soltis Lajos Színháznak, tehetségét színházi berkekben is megcsillogtatta, a színházi szakemberek is elismerik őt. Osztálytársaival jó kapcsolatot ápolt igazi közösségi ember. Segítőkész, a közösség motorja. Tanulmányait a kőszegi Jurisics Miklós gimnáziumban folytatja. Celldömölk fiatal tehetségeként, tanulmányi és közéleti tevékenysége elismeréseként Kis Péter díjban részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk. Kis Péter díjban részesül Rajci Bianka. Rajci Bianka a celldömölki Városi Általános Iskola alsósági tagiskolája végzős diákja volt. Humán tanulmányi és sportterületen is sikereket ért el. Az alsósági tudós plébános emlékét ápolva az idei országos Kresznerics Ferenc anyanyelvi versenyen 6. helyezett lett, és a legjobb pályamunka készítőjeként külön díjat kapott. Sportban még eredményesebb. Tavaly óta versenyez a szombathelyi dobóese színeiben. Egyebek mellett iskolatársa és sporttársa a tavalyi Kis Péter díjas német Janett példáját tekintve.
Bianca tehetséges fiatal sportolóként sikereket ért el kalapácsvetésben, Magyarország újonc serdülő és junior téli dobó bajnokságán 8. lett, Magyarország ifjúsági és serdülő ügyességi és gátfutó csapatbajnokságán az első helyezett csapattagja, ugyanezen a versenyen diszkoszvetésben a 2. helyezett csapattagja. Legfrissebb sikerei Tapolcán augusztusban megrendezett nemzetközi versenyen 6. helyezett lett, tegnap pedig szerepelt a budapesti nyílt junior és ifjúsági bajnokságon, ahol 3. helyezést ért el. Tanulmányait a Szavária szakközépiskolában folytatja. Celdömölk fiatal tehetségeként tanulmányi és közéleti tevékenysége elismeréseként Kis Péter díjban részesül. Kitüntetéséhez gratulálunk! Tiszteletem, megköszönöm polgármester úr és dr. Petyko Csilla asszony közreműködését. A kitüntetetteknek szívből gratulálunk. Ünnepségünk ezennel véget ért, köszönöm megtisztelő jelenlétüket. Meghívott vendégeinket szeretettel várjuk a galérián tartandó fogadásra. További szép napot, szép ünnepet kívánok önöknek. Befejezésül kérem, énekeljük el közösen a szózatot.